Szervusz! Sok szeretettel köszöntelek a Debian GNU Linux a gyakorlatban című videósorozat második részébe. Ugye nem győzem hangsúlyozni, hogy ez a videósorozat tulajdonképpen a 2024. év digitális téma hetére készült. Kifejezetten a Tatai Bláti 11 perc osztálya számára, de mivel nyilvánosságra fogjuk hozni, ezért értelemszerűen bárki számára, aki érdeklődik a téma iránt. Az első 20 perces az előző blogban alapvetően magáról, a Linuxról, mi a Linux, hogy kell elképzelni, mi az a disztribútor, mi az a distribúció ugye ilyenekről volt szó. És eljutottunk egészen odáig, hogy a Debianról megemlékeztünk, egy pillanat gyorsan elugrok addig, ahol tartottunk. Megemlékeztünk itt is vagyok elnézést. Megemlékeztünk a Debianról, mint a témánkról fő, vagy a, mint a. Témakörük fő témájáról, úgy fő tartalmáról. No, én így gyorsan behívtam ezt a weboldalt, ez a debian a nyilvános weboldala, a debian.org című weboldal. Ugye itt van a két dolog, amiről beszéltünk, maga a közösség, itt mindenféle dolgokat megtaláltak azzal kapcsolatban, hogy kik ők, mi a filozófiájuk, hogy működnek, hogy lehet hozzájuk kapcsolódni, stb. És maga a termék, pedig a Debian Operációs Rendszer aminél itt mindjárt találunk is egy letöltést, és eljutunk egy olyan oldalra, ahonnan majd valahogy hozzá fogunk jutni magához az operációs rendszerhez, de egyelőre még van pár dolog, amit át kell néznünk. Na, Debian, no! Debian GNU Linux. Jó? Nézzük! Mit kell erről tudni magáról, erről a Linux operációs rendszerről? A Debian, fejl Debian fejlesztői úgy döntöttek annak idején, hogy a jellemzően a Toy Story, nem jellemzően, pontosan a Toy Story szereplőiről fogják elnevezni az egyes verziókat. Ma, amikor ez az előadás rögzítése kerül, a Debian 12. verziója van használatban. A Debian úgynevezett stabil verziókat ad ki, durván, ciklikus kiadással, durván két évente adja ki az újabb és újabb disztribúciókat. A mostaniak a neve Bookworm, vagyis könyvmoly, ugye ez a Toy Story az egyik szereplője. A Ciklikus kiadás mellett a Debian folyamatosan foglalkozik a fejlesztéssel. Mindig van egy stabilág, egy stabil verzió, és mindig dolgoznak egy úgynevezett tesztelési verzión, ami a következő stabil lesz majd, amikor már eljut abba az állapotba, hogy a Debian belepakol minden olyan újdonságot, ami, ami amitől ez nagyot durranhat majd. Ezt a verziót ugye mindig a következő névvel látják el, hát ez most az ő választások szerint Trixi lesz. Trixi ő a, a dinoszaurusz, ugye az, akinek ilyen sátor van a fején, és mindenféle kis karmocskák a tetején ő most úgynevezett tesztelt állapotban van, tehát ide helyezik el azokat az újabb és újabb szoftver csomagokat, amelyeket a Debian már bizonyos minősítésen átengedett, és most már azt nézik, hogy akkor a legújabb verzióban mit kell rajta módosítani, beállítani egyebek, hogy majd kiadható legyen. Mindig van egy, én ezt csak úgy hívom, hogy a homokozó, a Debian homokozója. Ebbe kerül bele minden a fejlesztőktől, vagy Debian saját fejlesztőtől, külső, harmadik feles, fejlesztő, harmadik feles fejlesztőktől, mindenféle szoftver, amit SID néven neveznek. Ez a, ez a fejlesztői változat, az unstabil változat, nem stabil változat, vagy instabil változat, kinek, hogy tetszik. Ö, ezt abszolút csak fejlesztőknek ajánlja a Debian. Uh, durva hely, én megmondom őszintén imádom használni, sőt, nagyon sokszor van úgy, hogy egyes gépeimen, amiket élesen használnak, ez az operációs rendszer van fönt. Hát, öngyilkos, ilyen suicid típusú embereknek ajánlják, de maradjunk annyiba, hogy ez is van. Őt Sidnek hívják. Szid az a kisfiú a Toy story aki mindig elrontja a játékait, fölrobbantja, fölgyújtja és egyebek. Tehát én azt gondolom, elég jó nevet találtak a fiúk. No, mit kell tudni a Debianról? 5 évig támogatott alapesetben, tehát minden kiadás, minden stabil kiadás, úgynevezett LTS kiadás, ez a Long Time Supportnak a rövidítése, tehát mindig 5 évig támogatnak egy Debian operációs rendszert. Létezik egy úgynevezett extra hosszú támogatás is, ez egy 10 éves LTS-nek hívják, és ezt jellemzően a Debiannál regisztrálni kell, ez sem kerül pénzbe, regisztrálni kell, és innentől kezdve jogosoltak leszünk egy 10 éves támogatásra is. Egyébként csak halka jegyzem meg, hogy egy nagyon szigorú csomagkezelési technológiát valósít meg a Debian, és elég szerteágazó az a kör, amiben a, amiből a csomagokat válogatják. Na, egy picit a szigorúságról, a Debiannak van egy nagyon fontos szabálya, ez a DFSG-nek nevezett licenszkezelési szabályzat, amit a Wikipédián Debian szabad szoftver irányel alatt meg is lehet találni, itt ez a 10 pont, ezeket érdemes elolvasni. A Debian azt mondja, hogy akkor minősíthető GNU szabvány szerint és GNU ö, filozófia szerint és Debian szerint is valami nyílt forráskódú szabad szoftvernek, ha ezeknek megfelel. Na minden olyan szoftver, ami ennek megfelel, ez úgynevezett main tárolóba, abba a körbe kerül ezeket a szoftvereket, amik ennek, ezeknek a szempontok meg, beleteszik egy dobozba, és azt mondják, hogy na, ez az úgynevezett fő tárolónk, ebbe minden szabad szoftver, minden szempontból. Igen, de a Debian pontosan tudja, hogy ezzel annak ellenére, több mint 50 ezer csomag van, mondjuk azt, hogy egy csomag egy szoftver, ez még nem igaz, de mondjuk ezt, ennek ellenére ez még elég szűk felhasználási kört biztosítana a debiánnak. Ugye minél újabb gépekről, minél újabb hardverekről beszélünk, minél újabb technológiákról, annál nagyobb kihívás az, hogy az új és új és újabb operációs rendszerek ezeket az új hardvereket támogassák. Sajnos a hardverek gyártói nem nagyon szimpatizálnak, nagyon sok gyártó nem nagyon szimpatizál ezzel a szabad szoftver gondolattal, és a hardvereikhez szükséges kezelő szoftvereket sajnos nem, kezelő szoftvereknek nem adják közzé a forráskodját, nem teszik nyíltá. Ezáltal ezek a Linux alapú operációs rendszerek nem tudják integrálni saját magukba, de a Debian is, és nagyon sok, nagyon sok egyéb Linux disztribútor pontosan tudja, hogy ezekre nagyon nagy szükség van. Ezért a Debian létrehozott egy úgynevezett non-free firmware nevű, nem ingyenes drivereket meghajtó programokat tartalmazó dobozt, Ebbe pakol bele minden olyan drivert, ami ugyan nem szabad szoftver, de nagyon sokan használják, nagyon fontos, és jó lenne, ha a része lenne. Ö, ha a GNU Debianról, a GNU Linux Debian verzióra beszélünk, annak nem részei. De ha te ezt én, mint felhasználó úgy döntök, hogy már pedig nekem ebből a dobozból ez kell, meg ez kell, mert nekem ilyen videókártyám, ilyen hangkártyám van, akkor én kiválogathatom, de innentől kezdve az operációs rendszerem már nem lesz GNU, csak Linux operációs rendszer, és én döntöm el az én felelősségem, hogy milyen jogi kötöttségekkel lévő dolgokat hogy szedtem ki, és hogy használok föl. Ugyanígy van a másik két tároló, és a country és a non-free. A country olyan jellemzően alapvetően egyébként nyílt forráskódú szoftverekről van szó, de vagy olyan elemeket használnak, amelyek nem rendelkeznek nyílt forrású szoftverrel, vagy nem szabad felhasználású, ezért ők bizonyos megkötéssel használhatók csak, na ezek kerülnek a Countryba, és ami olyan, ami jogi kötöttségekkel rendelkezik, de nagyon sokak által használt, nagyon népszerű, ezek kerülnek a non-free dobozba. Mind a country, mind a non-free, non mind a non-free firmware dobozból én, mint felhasználó válogathatok, én tartozom felelősséggel azért, hogy milyen szoftvereket használtam föl, és innentől kezdve a Linuxon már nem lesz nyílt forráskódú, szabad felhasználású szoftverek gyűjteménye, tehát nem lesz GNU, de Linux lesz. No, a Debian a bookworm hozta meg azt a döntését, hogy a main csomag mellé a telepítő készletbe elhelyezi a non-free firmware csomagot is, tehát ezeket a csomagokat is, és innentől kezdve már a telepítés során Tud támogatást nyújtani az új hardverekkel rendelkező gépeken is. Tehát nem jelentenek majd problémát a telepítések. Ez volt a licens szerinti csoportosítás. Egy másik dimenzió szerinti csoportosítás pedig megmondja, hogy honnan származnak, miért vannak az adott csomagok. Alapból minden Linux disztribúció úgy indul, bocsánat, Debian Linux disztribúció úgy indul, hogy minden csomagja az úgynevezett alapcsomag tárolóva van benne. Tehát amikor összeáll egy új stabil verzió, puff, van hozzá alapcsomag tároló, és abban van minden szoftver. Ennek nincs külön neve, ezt én neveztem el alap miatt Béznek, és én ezt szoktam is használni, ezt a fogalmat, tehát ez az alapcsomag Aztán ugye, ahogy az emberek használják a szoftvereket, kiderül, hogy hopi, 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 lehetnek szoftverekben hibák. Ezeket a hibákat ki kell javítani. A hibák általában kétfélék szoktak lenni. Az egyik az olyan hiba, ami, ami kritikus. Nagyon fontos, hogy a lehet biztonsági hiba, vagy üzleti kritikus problémát megoldó hiba. Ezeket hívjuk security hibáknak. Ezeknek a kiavításáért egy külön csapat felel a Debianon belül, ez a security team, ők a lehető leggyorsabban ezeket a hibákat kiavítják, és az úgynevezett security tárolókban, a security tárolókban közzéteszik, és ezek a frissítések során azonnal beépülnek a nálunk telepített Debian operációs rendszerbe. Vannak olyan hibák, amik nem túl problémásak, kicsit javítottak a programon a hiba miatt, és ezáltal Ezáltal jobb lett a program, de nem egetverő probléma. Na ezeket gyűjtögetik egy ideig. Amikor egy jó csomag összegyűl, akkor összegyűlik, akkor azt mondják, hogy jó, akkor az eredeti telepítő készletbe kicseréljük a régi verziókat ezekre az újakra, és kiadunk egy új telepítő készletet. Ez az új telepítő készlet lesz az úgynevezett pont frissítés, vagy pont verzió. A Debian esetében a 12. verziója a Bookworm, ebből már az 5. ilyen verziónál járunk tavaly óta, volt a pont 1, pont 2, pont 3, pont 4, pont 5, majd ezzel fogunk találkozni, jó? És a másik, a, a negyedik ilyen csomagtároló, az pedig, euh, ugye nagyon sok harmadik feles szoftver van a Debian csomagtárolóiba, például többek között a LibreOffice nevű, na, méltán népszerű euh, üzleti, igényeket is kiszolgáló irodai programcsomag, szövegszerkesztő táblázat kezelő, stb. Ami azért egy elég komoly uh, szoftver, önmagában éli a saját életét, újabb és újabb verziók jelennek meg. A Debian az alapcsomagok közé, ami akkor éppen megjelent, azt betette, kész. Nem teszi be. Ha azt javítják, mert annak valami probléma van, akkor azt még a pont frissítésbe beteszi, Hogyha kritikus iba volt, akkor beteszi a Security frissítésbe, de az újabb és újabb verziókat már nem teszi be egyikbe se. Viszont nagyon sokan vannak úgy, hogy ezeket nagyon szívesen használnák, ezért kitalált az úgynevezett Backports nevű tárolót, amibe beteszi az ilyen típusú programoknak a fejlesztők által közzétett újabb verzióját, és ha én akarom, akkor ezt a Backport tárolót hozzá csatolom a Csomagkezelő rendszeremhez, és innentől kezdve megkaphatom a legújabb verzióját ennek az operáció, vagy ennek a, a szoftvereknek, ennek a csomagnak. No, akkor egy kis összefoglalás erről a csomagkezelésről. Tehát a Debian alapvetően három dimenzióban kezeli a csomagokat. Az első dimenzió azok a verziók, ugye az utolsó stabil verzió. Az utolsó előtti stabil verzió, az utolsó előtti, előtti, az utolsó előtti, előtti, előtti. Tehát három verziót megy vissza a Debian. A tíz éves tárolás miatt ennyit kell neki visszamennie. Ezek külön nagy csomagtárolókat jelentenek. Ezek lennének mondjuk egy, ha a képen látható dolog az egy lap, aminek van két dimenzióba kiterjedése, akkor a lap, egymás mögötti lapok lennének a verziók. És akkor a verzió ö, szöveget fel is írtam a labba a felső sarkába. Tehát például most ide fölírtam, hogy bookworm. Ugye ez a verzió. Vagy ráírhatnám egy Trixi, az a következő, most még tesztelős, de ö, következő stabil verzió. A függőleges oszlopok mondják meg a szoftvereknek a licensz technológiáját. Tehát tisztán szabadon felhasználható, részben szabadon felhasználó, abszolút nem szabadon felhasználható, és abszolút nem szabadon felhasználó, de hardwarehez kötődő csomagok. Tehát ezek vannak az oszlopokban. A sorokban pedig az, hogy miért, hol jelenik meg maga az adott csomag, az alapverzióba, a biztonsági frissítésekbe, a pont frissítésekbe, vagy az úgynevezett verzió frissítésekbe, amit az alkalmazói programoknak a verziói frissítései jelennek. Ennek megfelelően egy konkrét verzió, Booker, Debian 12, egy 16-os mátrixba rendezi el azt a több mint 60 ezer csomagot, vala, mindegyik, mindegyik csomagot valahova besorolja a Debian. És ennek megfelelően megmondhatom, hogy na akkor nézzük, mi van az alapcsomag main, vagyis fő tárolójában. Ugye ezzel jelent meg anno domini az operációs rendszer. Jó? Tehát gondolom ez akkor így nagyjából érthető. No, mit tud a Bookworm? Nézzük meg gyorsan. A Debian 12 Bookworm GNU Linux nem elfelejteni, hogy mitől gnu. Egy LTS kiadás, mint minden Debian operációs rendszer. A 6.1-es Linux kernelre épül. Egy kis érdekesség, ma a 6.8-as van használatban. Páros párna, páratlan, tehát a 6 utáni szám páros, vagy páratlan, ez jelent valamit a Linux világába, ebben most nem akarok belemenni. A lényeg, hogy a Debian 12. verziója 6.1-es Linux kernelen alapul. A négy legfontosabb, szerintem négy legfontosabb ö, asztali környezet az a KDE-nek az úgynevezett plazma ágazata, a GNOME, az XFCE és a Cinnamon. Egyébként például a, a, az Ubuntu Linux a GNOME-mal adja, tehát úgy ágaztatja le a Debian Linuxot, hogy a GNOME felülettel adja, de már most már ők is egyre szélesebb asztali környezet támogatást adnak a linux -aikhoz. Én nekem nagy ked nagyon sokáig a gnómot használtam, nagyon szerettem a gnómot. Aztán, mikor elkezdtem foglalkozni azzal, hogy vékonyabb, kisebb erőforrás igényű Linux sokat is összekéne pakolni, akkor fordultam az xfc -e felé, és amikor elért az az őrület, hogy egyre többen akartak Debian-t használni, de nagyon-nagyon Linux, nagyon-nagyon Windows fanok voltak, akkor kezdett el képbe kerülni nálam a Cinnamon, és azóta is ez ez a, ez a, ez a, ez a mondjuk a sláger, ezzel tudok a legtöbb embert átrángatni a sötét oldalról, a, az erő pozitív oldalára. Na, emellett a négy mellett egyébként a Bookworm további 18 desktop environment desktop user interface támogat, ami én azt gondolom, hogy nem gyenge. Mind a mai napig támogatja a 32 bites és a 64 bites rendszereket, tehát az i3-86 típusú Hardvereket még a mai napig támogatja a Debian. Ez ma már nagyon ritka, és szerintem ez most már nem sokáig lesz így. Úgyhogy szerintem a következő Debianok -ok már nem biztos, hogy támogatni fogják. Ugye most már ezek nagyon régi gépek, 20 év környékén vannak ezek a gépek. 92-be gondoljunk bele, Torvalds erre a i 386 ra fejlesztette ki az első Linuxot. Tehát nem csak PC-ket, PC alapú rendszereket, hanem további 7 CPU, architektúrát támogat, a szuperszámítógépektől, még egyszer mondom, az ilyen bankkártya méretű számítógépekig. Alapvetően három kiadásban jelenik meg, ez nem igaz, nagyjából igaz. Egy úgynevezett live formába. A live formátuma azt jelenti, hogy én egy pendrive-on vagy egy CD-n, vagy egy DVD-n inkább, mondjuk egy 4 gigás vagy 8 gigás pendrive-on vagy egy DVD-n, de ki tudom tenni a telepítőkészletnek azt az úgynevezett élő verzióját, amit ha beteszek a gépbe, és erről az eszközről, erről a pendrive-ról, vagy erről a DVD-ről indítom el a számítógépet, akkor a számítógépemben elindul egy Linux operációs rendszer, és én ezt úgy tudom használni, hogy a számítógépen lévő egyéb háttértárolókhoz hozzá se nyúlok. Nekem van egy kis Slackveren alapuló slaxom, ami, ami egy 32 gigás ilyen kis mikro USB-n van rajta, én bárhol megyek, és nekem dolgozom ki, az bedugom, és innentől kezdve én Linux környezetben csinálom a dolgaimat, mindenem ott van állandóan nálam, internetet tudok használni, levelezni tudok, tehát bármit, ami, ami kell. Tehát van ez a live rendszer, van a desktop rendszer, ugye ez a legnépszerűbb, ugye ezt, töltik töltik és ezt, használják használják telepítésre legtöbben, és ugye kifejezetten a szerverekhez van az úgynevezett szerver kiadások, majd látni fogjuk, hogy azért van még egyéb megoldások is. No! Bookworm, mi kell egy géphez, hogyha bookworm akarok rajta használni? Egy Linux mindig két üzemmódban működik, vagy szövegesbe, vagy grafikusba. A Windowsnak is van úgynevezett szöveges felületű használata, ugye ez az úgynevezett parancsor, de a Windows-t önmagában nem lehet elindítani csak, ugye rosszul mondom, a kereskedelmi Windows-t általában nem lehet elindítani csak grafikus felület nélkül, tehát csak szövegesen. Na a Linuxnak ez normál módja, hogy csak szövegesen vagy grafikussal is Szöveges módban nagyon szerény igényei vannak, memória és háttértár igénye. Az első szám jelenti a minimum igény, tehát ennyinek minimum benne kell lenni. A gépben nincs ennyi, akkor visít. A második szám pedig a, az javasoltat mondja. Ugye látszik, hogy szöveges módban az 512 meg memória és a 8 giga háttértár az nem egy túl durva elvárás, de grafikus módban azért ez már kicsit combosabb. 2 giga memória minimum, vagy ajánlott. Én azt mondom, hogy ma már egy 4 gigánál kisebb rendszermemóriával rendelkező gép az azért már vicc. Nekem vannak 10-12 éves gépeim, azokban már rég Lenovo típusú ö, laptopjaim, azok már rég akkor 4 gigások voltak, tehát ma már én azt gondolom, hogy egy 4 giga az a minimum, de én inkább egy 8 gigásat javasolnék, ha most veszünk gépet, még akkor is a ha használt. A 20 giga tárolóhely sem túl durva, Ma már pár ezer forintért, négy forint alatt meg lehet venni egy 128 gigás SSD tárolót, amit nagyon meghálálnak a régi gépek, és így akár egy nagyon jól használható Linux alapú gépet kapunk mondjuk böngészésre, zenehallgatásra, filmnézésre, kommunikációra, csetelésre, ilyenekre, tökéletesen alkalmas. 20-30 ezer már egy ilyen gépet meg lehet venni. Én azt mondom, tehát akkor egy 4 giga, meg egy, meg egy 128 giga minimum. Jó, tehát azért milyen, ilyenbe fogunk gondolkodni. No, hogy tudjuk telepíteni? A Linux telepíthető önálló gépre, mint hogy a Windows föl szoktuk telepíteni, puff, mindent leverünk, ami rajta van, vagy veszünk egy új gépet, és gyorsan egy Linuxot dobunk rá. Legbiztonságosabb megoldás. Tudunk olyat csinálni, hogy a gépen volt Windows, és mellé telepítünk egy Linuxot. Tehát vagy a Windows-t használjuk, vagy a Linuxot. Amikor indul a gép, amikor bútol a gép, akkor tudjuk eldönteni, hogy ezt vagy azt akarjuk. Ennek az a csinya binya, hogy először föl kell telepíteni a Windows-t, kell vele valamit csinálni, hogy hagyjon egy pici szabad helyet a, a Linuxnak, és a másik fönnmaradó része föltesszük a Linuxot. Azért ez egy picit veszélyeket rejt magába, én azt gondolom, hogy ha valaki ilyet akar csinálni, keressen meg egy Linuxos szakembert. Viszont ez is olyan, mint az elkülön gép, tehát natív módon fut mindegy, direktben használja mind a két operációs rendszer a, a hardvert. Az a módszer, amiben mi fogjuk megismerni a rendszerünket, ez a virtuális gépen, vagy Windows, vagy Linux alatt lehet emulálni egy másik gépet, mintha egy másik számítógépem lenne, nem igaz. És mivel ugye egyszerre két operációs rendszert kell futtatni, kell az alapoperációs rendszert meg, amit emulálunk, meg amit szimulálunk, ezért ez nagyon erős gépet igényel. Tehát a 8 a memória az a minimum, ennél csak több. Illetve ekkor a nagy előny, hogy akár több disztribúciót egyszerre futtatva is ki tudunk próbálni és a Windows 10 és a Windows 10 bizonyos verzióiba, és a Windows 11 be pedig van egy technológia, ami kifejezetten a Linux szal párhuzamos működés érdekébe találtak ki a Microsoftnál inkább, illetve házasodtak össze az Ubuntu-val, és hozták össze ezt a technológiát. Ez az úgynevezett VSL technológiát, ez a Windows alrendszer a Linux számára, ennek ma a kettes verziója van, ami sokkal hatékonyabban emulál virtuális gépet, mint egy általános virtuális gép emulátor. De ez is egy valami hasonló dolog. No, Debian telepítő források, ezzel fogunk foglalkozni a következő részben. Tehát ebben a részben egy picit beleástuk magunkat a Debian Linuxba, mit kell róla tudni, mik a jellemzői, mi kell hozzá, milyen hardware körülmények között lehet használni egy ilyen Linuxot, és milyen módon tudjuk használatba venni. Ennek a videónak akkor itt most vége van, ez ismét egy ilyen 20 perc körüli blokk volt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem ismét sokat tanultatok a dologból. Találkozunk a következő videóban, addig is további szép napot kívánok, szerbusztok a viszontlátásra, legyetek jók!